Raz. Každého srdečne vítame na dnešnej nedeľnej bohoslúžbe. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk a vasárnapi istentiszteletünkön. Každému prajeme Božiu milosť. És mindenkinek kívánunk Isten kegyelmét. Hlavne požehnanie z Božieho slova. És elsősorban áldást Isten igéjéből. A ten spoločný vzťah založený na jeho slove. Kölcsönös kapcsolatot, mely alapszik az igén. Prečítaním Božieho slova sa pomodlíme krátko. Mielőtt olvasnánk Isten igéjéből, röviden imádkoznánk. Drahý nebeský Otče, drága mennyei Atyánk, ďakujeme Ti, že Ty si nám dal milosť. Köszönjük, hogy kegyelmet adtál nekünk. Aby sme uverili v Pána Ježiša Krista. Hogy hihessünk az Úr Jézus Krisztusban. Ďakujeme, že to je tá milosť hlásaná od vekov. Köszönjük, hogy ez az a kegyelem, melyet ős idők óta hirdettek. Ktorú hlásali aj proroci. Amelyet a proféták is hirdettek. A Ty si nám ju dal uchopiť. És Te megengedted, hogy mi ezt megérinthessük. A tak Ťa prosíme, aby Si sa zmiloval nad nami. Így hát kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Lebo potrebujeme Tvoju Božiu milosť. Mert nagy szükségünk van a Te könyörületességedre. Na každý deň. Minden egyes napra. Lebo bez Teba nemôžeme nič robiť. Mert nélküled képtelenek vagyunk bármire is. Len Tie zlé skutky. Csak azokat a rossz, gonosz cselekedeteket cselekesszük. Á, tak aj v tejto chvíli Ťa prosím. Így hát ebben a pillanatban is arra kérlek. Aby si nám odpustil. Hogy bocsáss meg nekünk. Všetko, čo sme doteraz zle vykonali. Mindazt a rosszat, amit a mai napig teljesítettünk. Aby sme mohli ísť ďalej za Tebou. Hogy tovább mehessünk utánad. Aj teraz nech je požehnané Tvoje slovo. Most is legyen áldott a Te ígéd. A nech sa stane Tvoja vôľa. És legyen meg a Te akaratod. Amen. Amen. Tak Božie slovo budeme čítať z Jánovho evanjelia. Isten igéjét János evangéliumából fogjuk olvasni. 32. verša po 45. Kezdve a 32. ige verssel egészen a 45-ösig. A je to známe, je známa kapitola veľmi. Ez egy nagyon ismert fejezet. A všetko, čo je v nej, je veľmi minden, silné. Ami benne van, az nagyon erőteljes. A každému odporúčam si ju prečítať. És mindenkinek ajánlom, niekoľkokrát hogy ezt olvassa át többször is. A tak sa pustíme do čítania. Ešte raz opakujem, lebo niektorí nezachytili. Ján 11. János 11-ből fogunk olvasni. 32 až 45. 32-től 45-ig. Tak aby to kratšie trvalo, tak to prečítame zvlášť, najprv v slovenčine, potom šikovne po maďarsky. Hogy rövid legyen, először szlovákul, utána meg magyarul olvasnánk fel. K tomu ešte akože uvediem, že toto je stať zo skriesenia Lazara. A még mielőtt olvasnám, szeretném megjegyezni, hogy ez egy olyan rész, ahol Lázár feltámadásáról van szó. A je to čas, keď už Lázár bol mŕtvy. És ez az az idő, amikor a Lázár már halott volt. A vtedy prišiel Pán Ježiš. És akkor jött az Úr Jézus. A ostatní k hrobu. És a többiek is a sírhoz. A tak čítame od 32. veršíka. Így hát olvassuk a 32-estől így. Elképpen. Tedy Mária, ako prišla tam, kde bol Ježiš a videla ho, padla k jeho nohám a povedala mu, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače, a aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa. A povedal, kde ste ho položili? A oni mu povedali, Pane, poď a pozri. A Ježiš zaplakal. Vtedy vraveli Židia, hľa, ako ho mal rád. A niektorí z nich povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento nezomrel. Vtedy znova zovrel v sebe Ježiš a prišiel k hrobu. A bola to jaskyňa a kameň ležal na nej. A Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už smrdí, lebo je už 4 dni v hrobe.
Na to jej riekol Ježiš. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ma vždycky čuješ. Ale pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom, Lazar, poď von. A zomrelý vyšiel, majúc poviazané nohy a ruky pohrebnými povojmi, a jeho tvár bola ovinutá znojníkom. A Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnoho Židov, zo Židov, ktorí boli, prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho. Amen. Toľko ščítania. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ, Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Ten posledný verš je taká bodka Božej slávy. Az az utolsó vers egy ilyen pontként van, mint Isten dicsősége. Lebo vieme, že Židia ťažko verili v Pána Ježiša. Mert tudjuk azt, hogy a zsidók nagyon nehezen hittek el az Úr Jézusba. A všeličo možné hľadali, aby ho odstránili. És sok mindent kerestek annak érdekében, hogy őt eltávolítsák. Ale tu, keď videli, že Pán Ježiš urobil zázrak, de itt, amikor látták, hogy az Úr Jézus csodát tett, niektorí uverili. Némelyek hittek. A písmo hovorí, že mnohí. És az írás azt mondja, hogy sokan. A keď uverili, znamená, že mali vieru. És ha azt mondja az ige, hogy elhitték, ez azt jelenti, hogy volt hitük. Že Boh to požehnal. Hogy ezt Isten megáldotta. Keď by sme sa pozreli do prvej časti, ha az első részbe tekintenénk bele, tam hovorí Pán Ježiš, ott arról beszél az Úr Jézus, že keď sa rozpráva s Máriou a Martou, amikor Máriával és Martával beszélget, tá nemoc nie je na smrť. És azt beszélték meg, hogy az a betegség nem halálra való, ale je na Božiu slávu, hanem Isten dicsőségére. A aby bol Boží syn oslávený cez ňu. És azért, hogy Isten fia megdicsőjön rajta keresztül. A potom ho volali, nech ide. Aztán hívták őt, hogy jöjjön. Nech uzdraví Lazara. Hogy menjen és gyógyítsa meg Lázárt. Na smrť chorý. Mert hogy halálosan beteg. A on ešte počkal. De ő még várt.
A keď spočítame ten čas, tak už keď prišiel k hrobu, 4 dní bol mŕtvy. És az összeszámoljuk azokat a napokat, már negyedik napja halott volt. A to mohlo dosť sa dotknúť jeho rodiny, myslím rodiny Lazara, ako Marta, Mária a ostatní. Gondolom, ez nagyon mélyen érintette Lázár családját, gondolok itt Máriára, Mártára. A hlavne, keď verili v Neho, v Pána Ježiša. És főként akkor, hogyha hittek benne az Úr Jézusban. Nehovoriac, že chodili s ním. Arról nem is beszélve, hogy azok, akik vele együtt jártak. Videli mnoho iných skutkov. És sok más csodát láttak. No zázrakov, že Pán Ježiš má tú moc od Boha. Igen, azokat a csoda tetteket, hogy van bizony az Úr Jézusnak hatalma. Mi sa učíme viac menej, čo sa týka viery. Mi többé-kevésbé tanuljuk a hitet. A učíme sa bojovať za veci. És tanuljuk harcolni dolgokért. Aby sme ich uchopili. Hogy azokat megérinthessük. A dokonca čím skôr. Ráadásul azon munkálkodunk, hogy minél hamarabb. Učíme sa, že všetko sa stalo už. Azt tanuljuk, hogy minden már megtörtént. A stačí si to zobrať. És hogy elegendő az, csak elvenni azokat a dolgokat. A niektoré veci ako si nefungujú. De mégis bizonyos dolgok, mintha nem akarnának működni. A tu si musíme položiť otázku. Itt fel kell, hogy tegyük a kérdést. Som sa rozprával s viacerými ľuďmi. Több emberrel is erről beszélgettem. To sa týka modlitieb a služby. Ami az imádkozást illeti és a szolgálatot. A hovoria, že majú zadratý život. És azt mondják, hogy zadratý, ako zhrdzavený. Hogy berozsdásodott életük van, olyan begyepesedett, és hogy már nem tudnak tovább lépni. A pochybujú, či majú vieru. És hogy még abban is kételkednek, hogy egyáltalán van-e hitük. Lebo keby mali. Mert hogyha volna nekik, tak by sa veci len tak sypali z neba na ich stôl. Akkor a dolgok csak úgy szóródnának az égből az asztalukra. A je veľmi ťažké na toto odpovedať. És erre a kérdésre valójában nagyon nehéz felelni. Lebo len Boh vidí do ducha človeka. Mert csak az Isten az, aki belelát az ember szellemébe. A vie, koľko má viery na čo. És tudja azt, hogy mennyi hite is van neki, mire. A viete, keď sú toto Božie deti. És tudjátok, hogyha ezek Isten gyermekei. Znovu zrodené. Újjászületett gyermekei. A vydali svoj život Pánovi. És kiadták az életüket az Úrnak. Lebo o takých hovorím. Mert olyanokról beszélünk. Tam je viera. Ott van hit. A iný je dôvod, prečo je ten bicykel taký hrdzavý. És valami más lehet az oka annak, hogy az ő bicikliük annyira rozsdás. To napríklad môže byť, že nežijú tak s Pánom. Ennek az oka lehet az is, hogy nem úgy élnek az Úrral. Ako by trebalo. Mint annak kellene lennie. A ich problém je také upozornenie alebo memento. És az ő problémájuk igazából egy ilyen felkiáltás, egy figyelmeztetés. Lebo Pán nie je automat na Coca-Colu. Mert az Úr nem egy automata gép, melyből kiesik a kóla. Mám mincu. Van egy érmém. To je viera. Az a hitem. To hodím. Az beledobom. A vypadne mi nápoj. És kiesik az ital. Toto by bolo, fungovalo vždy, keď máme vieru. És ez mindig működne, hogyha nekünk van hitünk. A takže tí ľudia majú vieru. Úgyhogy ezeknek az embereknek van hitük. Keď prijali Pána Ježiša Krista. Hogyha fogadták az Úr Jézus Krisztust. Ale Boh ich musí vychovávať. De az Úristennek kell nevelnie őket. A nebude činiť ich vôľu. És nem fogja cselekedni az ő akaratukat. Aj keď to bude bolieť. Még akkor is, hogyha ez fájdalmas lesz. Ale bude čakať. De várni fog. Kým sa nezlomia. Addig, míg ők meg nem törnek. Toto je jeden z dôvodov. Ez lehet az egyik ok. Prečo nejde ten život tak, ako by mal? Oka annak, hogy az élet nem úgy megy, ahogy annak kellene menni. Prečo sa nesypú veci len és tak? És amiért nem potyognak a dolgok
ahogyan azt szeretnénk. Veď mám vieru. Hiszen nekem van hitem. Lenže Božia vôľa je to, čo rozhoduje o našom živote. De Isten akarata az, mely dönt a mi életünk felől. Nie to, že máme vieru. Nem az, hogy nekünk van hitünk. Druhý dôvod, a másik oka ennek, je tento. Ez volna. Čo sme čítali teraz v 4. veršíku, amit most olvastunk a 4. igeversben, že tá nemoc nebola na smrť. Hogy az a betegség nem halálos. Ale na Božiu slávu, aby bol oslávený Pán Ježiš. Hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. A toto je bod, ktorý je veľmi, veľmi tenkým ľadom. Ez egy olyan pont az igében, mely nagyon vékony jég. Lebo človek to môže si povedať, preto mi nefunguje život. És mert az ember azt mondhatná, hogy ezért nem működik az én életem. Alebo preto som stále chorý. Hogy mondhatná az, hogy hát ezért vagyok én állandóan beteg. Veď tak, áno, ja som Lazarov prípad. Igen, mert mondhatnánk azt, hogy én vagyok az a Lázár példája. Rozumiete, na čo myslím. Értitek, hogy mire gondolok? És človek sa rozhodne byť takýmto príkladom. Tehát az ember hoz egy döntés, hogy ő egy ilyen példa szeretne lenni. A povie si, nech ma Boh mláti. És mondja a lelkében, hogy hát bántson engem az Úr. A nech sa oslávi čím viac. És aztán minél jobban dicsőítse meg magát. To by bolo také hrdinské. Ez olyan hősies volna, nem? A ja si myslím, že je to aj komické. És én úgy gondolom, hogy kicsit komikus is volna. Toto robili katolícki mnísi. Ezt cselekedték a katolikus szerzetesek. A mlátili sa hlava, ne hlava. Verték egymást fejbe és nem fejbe. A tríznili sa. És sanyargatták önmagukat. A tak očakávalo, že budú Bohu milší. És azt várták mindettől, hogy ezáltal kedvesebbekké lesznek az Úr előtt. Tak toto nefunguje tiež. Nem így működik ez. Pán Ježiš vzal na seba naše previnenia. Az Úr Jézus vette, magára vette a mi áthágásainkat. Aj naše hriechy. A mi bűneinket is. A položil svoj život za nás. És oda helyezte az ő életét értünk. A vykúpil nás. És kivásárolt minket. A dosť je roboty s našou vôľou. És épp elég munka van a mi akaratunkkal. A našim telom. És a mi testünkkel. Aby sme to zlomili. Ahhoz, hogy azt mi képesek legyünk letenni. A nie ešte pridávať k spasiteľovmu dielu. Hozzátenni az üdvösséges munkához még dolgokat. Takže tu sme prišli k tomuto, že sú, ale teraz keď zoberieme náš život, sú možno prípady. Így hát, ha mi életünket vesszük, lehet, hogy igen, vannak olyan esetek, je Pán čaká, ahol az Úr várakozik. A nie je to preto, že my sme nemali vieru. És ez nem azért van, mert nekünk ne volna hitünk, ale preto, že má niečo lepšie pripravené. De azért, mert ő neki van valami jobb elkészítve. Ale toto je tenký ľad. De ez egy nagyon-nagyon vékony jég. A preto toto my nechávame na Pána. Ezért mi ezt az Úrra bízzuk. Lebo to On vie. Mert ezt csak Ő tudja. A teraz by som sa vrátil k tomuto Božiemu slovu. Most visszatérnénk a mi igénkhez. A ktoré sme čítali. Amit olvastunk. A tam vnímame, vidíme v prvej časti, ako reagoval Pán Ježiš. Az első részben láthatjuk az, hogy mi is volt az Úr Jézus reakciója. Že Pán Ježiš, keď sa dozvedel o jeho smrti, hogy amikor az Úr Jézus megtudta az ő halála hírét, a ja verím, že vnímal tú klímu tam. És én úgy gondolom, hogy ő azt magába szívta az ottani légkört, atmoszférát. A on, ako je písmo hovorí, on ho mal rád. És ahogy ezt olvassuk is az igékben, ő valóban szerette őt. A vidíme, že Pán Ježiš zaplakal. És látjuk azt, hogy az Úr Jézus sírni kezdett. A toto je vlastne základ toho. És ez valaminek az alapja. A tá Božia láska. Az Isten szeretetének az alapja. Boh mohol cez neho činiť
skutky. Ahhoz, hogy Isten cselekedhesse az ő cselekedeteit rajta keresztül. Takéto veľké. Ilyen nagy cselekedeteket. Základom týchto skutkov nebol dar. A tettek alapja nem az ajándék volt, ale ovocie ducha. Hanem a Szentlélek gyümölcsei. Že Božia láska je základom toho. Tehát Isten szeretete alapja annak, nie len, aby sme, a to v prvom rade, aby sme mali vzťah s Bohom. Nem csak azért, hogy nekünk legyen kapcsolatunk Istennel. Jeden s druhým. De hogy egymással is legyen kapcsolatunk. Ale to je niečo, čo je základom do služby. De ez valami olyasmi, ami a szolgálatnak az alapja. A keď to nie je. És hogyha ez ott nincsen. Tak potom človeka diabol zmetie. Akkor az embert a sátán nagyon könnyen alebo odvedie mu lesöpri. Tak. A to je nebezpečné. És ez valóban nagyon veszélyes lehet. To je to, keď nie sme spojení s Pánom. Ez az a helyzet, amikor mi nem vagyunk egybekötve az Úrral. A nerobíme veci smerom k druhým z lásky. És a dolgokat nem cselekedjük mások iránt a mi szeretetünk miatt. Ale robíme to pre iné príčiny. De más okokért tesszük ezeket. A tam sa potom už zmestí aj závisť. És oda már aztán belefér az irítség is. Egoizmus. Önzés. A tak ďalej. És így tovább. A čomu ale chcem dojsť kto v tomto slove? De az, amihez én szeretnék eljutni, az az. Je Pánova poslušnosť k Otcovi. Az, hogy mennyire volt engedelmes az Úr Jézus az Atyához. Áno. Tak prvý predpoklad tomu, aby bola Božia láska k Otcovi. Igen. Prvým predpokladom jeho poslušnosti. Az engedelmességnek az első feltétele. Bola Pánova poslušnosť k Otcovi nebeskému. Volt az Úr Jézus engedelmessége a mennyei atyához. Lebo je napísané. Hát az van megírva. Lebo ten, kto ma miluje. Hogy az, aki szeret engem. Ten zachováva moje prikázanie. Az megtartja az én beszédeim. Toto hovoril Pán učeníkom, Pán Ježiš. Ezt az Úr Jézus a tanítványoknak mondta. Ale hovoril to, čo platí medzi ním a Otcom. De arról beszélt, ami közte és az Atya között is volt. A toto veľmi dobre vidíme. És ezt nagyon jól láthatjuk itt is. Že čokoľvek činil Pán Ježiš. Hogy bármit is tett az Úr Jézus. To bola Otcova vôľa. Az Isten akarata. A tu sa zastavím nad jednou vecou. Most itt megállnék egy dolog. Aby sme sa skúmali. Hogy ezt megvizsgáljuk. Keď sa modlíme. Amikor mi imádkozunk. Alebo keď ideme životom. Vagy amikor az életünk alebo útján járunk. Alebo keď rozmýšľame nad Božími vecami. Vagy ha az Isten dolgairól elmélkedünk. Že ako by sme to chceli. Hogy ezt mi hogy is szeretnénk. Či to nie je náhodou takto. Hogy ez valószínűleg nem így van-e, vagy amúgy. Mám vôľu nejakú. Hogy például van egyfajta akaratom. A túžim potom. Nagyon szeretném azt megnyerni. Aby ju Boh prerobil na svoju. És szeretném, hogy az én akaratomat az Úristen fogadja az ő akaratába. És nech ju tak odobrí, alebo ako to poviem. Úgy lehetne mondani, hogy úgy mondjon áment arra, alebo nech dá fajku mi szeretnénk, na to. Vagy hogy úgy erősítse meg a mi akaratunkat. Áno. Tegye jóvá. Toto je moment a jadro dnešnej služby. Ez a mai szolgálatnak a momentum, a pillanata. Čiu vôľu žijeme. Kinek az akaratát éljük mi valójában. A o čiu vôľu bojujeme. És kinek az akaratáért harcolunk. Viete, Božie slovo, keď je kresťan už dlho kresťanom. Tudjátok, Isten igéje, amikor az ember hosszú ideje már hívő ember. Pozná Božie slovo. Ismeri már Isten igéit. A vie, čo je dobré a čo nie. Tudja azt is, hogy mi jó és mi nem. Vyberie si. Kiválaszt. Vykročí vierou. Hittel elindul.
a verí, že to je Božia vôľa. És úgy hiszi, hogy ez most Isten akarata. Mnohokrát Pán požehná tieto veci. Gyakorta az Úr meg is áldja ezeket a lépéseket. A to preto, že je zvrchovaný. És ez azért van, mert mindenek felett való. A vidí múdro dopredu. És lát bölcsen előre, jó előre. A vie, že to bude dobré. És tudja azt, hogy ez bizonyára jó lesz. A tá prísna výchova príde niekedy inokedy. És az a szigorú nevelés, az a büntetés majd valamikor máskor a teraz szóba. Ani to nemusí byť trest, ale úprava. Nem is kell, hogy ez egy büntetés legyen, mondjuk inkább úgy, hogy egy ilyen helyreigazítás. A teraz ja vám poviem svedectvo na toto zo svojho života. Most erre szeretnék nektek egy bizonságot mondani a saját életemből. Ktoré je pre mňa dodnes poučné. Ez a mai napig is tanulságos számomra. Ja som sa čerstvo obrátil. Én frissen megtért ember voltam. To bolo v 90. rokoch ešte 20. storočí. Ez a 90-es években volt, a múlt évszázadban. A to bolo začiatkom týchto 90. rokov. A 90-es évek elején történt ez. A ja som v tom období, és abban az időszakomban én pracoval ako hudobník z povolania. Úgy dolgoztam, mint egy profi zenész. Tak v Nemecku, Berlíne, v Mníchov a podobne. Németországban muzsikáltunk, Berlinben például, Münchenben. A potom vo Viedni som rok pôsobil. Aztán egy évet dolgoztam Bécsben is. A práve v tom období, keď som prišiel z Nemecka. És épp abban az időszakomban, amikor én Németországból érkeztem haza. A mal som takú, mal som čas bez práce, nemal som zamestnanie. És volt egy olyan süket időszak, amikor nem volt munkám. Ale to obdobie sa Pán zmiloval nado mnou a ja som sa obrátil. De az az időszak volt az, amikor könyörült rajtam az Úr, és én megtértem. Ak dobre pamätám, to bola jeseň 1992. Ha jól emlékszem, ez ősszel volt 1992-ben. A potom až po jar ďalšieho roku. És aztán egészen tavaszig, a következő év tavaszáig. Poznával Pána. Ismertem meg az Urat. Áno, a začal som chodiť na skupinku k Alexandrovi, ešte bývali v Komárne. Járni, Sándor csoportjába, annak idején Komáromba. Áno, v jednom byte. Ez egy lakásban volt ez a csoport. A to bolo niečo predivné. Ez egy nagyon titokzatos predivné. Predivné. Nie, také titokzatos, olyan krásne. Csodálatos. Áno. A aj preto, že naozaj jedno dieťa sa vie veľmi tešiť. Azért is volt csodálatos ez, mert egy gyermek nagyon tud örülni. A naozaj mi každé slovo bolo radosťou. És minden egyes iga, amit megtanultam, számomra nagy örömforrás volt. Je. És az is, még a mai napon is. A k čomu sa chcem dostať? És ahova szeretnék eljutni? Tak som si začal hľadať aj prácu v tom období. Abban az időszakomban elkezdtem magamnak munkát is keresni. A nakolko som uveril Pána Ježiša. És mivel, hogy én hittem az Úr Jézusban. Tak som sa začal k nemu modliť a prosiť o prácu. Elkezdtem imádkozni is, és munkáért könyörögni. No a ja som mal predstavu o tej práci. Nekem volt elképzelésem arról a bizonyos munkáról. Ja som Pánovi vysypal presne tú predstavu. És én kiszórtam az Úr előtt az én konkrét elképzelésemet. Áno, Pane Ježišu, prosím ťa, daj mi takú prácu. Úr Jézusom, légy szíves, adj egy olyan munkát. Že budem hrať ako hudobník. Hogy én játszhassak, mint egy zenész. Aby som dobre zarábal. Hogy ezzel jól keressek. Aby som bol aj tu doma, aj v zahraničí. És hogy otthon is lehessek. Külföldön is lehessek. Lebo vtedy už som chodil so svojou budúcou manželkou a plánovali sme život. Mert akkor már jártam az én jövendőbeli feleségemmel, és már tervezgettük az életünket. Nechcel som byť dlho od nej. És nem szerettem volna hosszabb ideig távol lenni tőle. Keď som bol v Nemecku, tam iba raz prišla za mnou, lebo amikor Németországban voltam, akkor csak egyszer tudott meglátogatni, mert ez nagyon drága volt. A potom takto som mu to povedal a ilyen szavakkal mondtam ezt az Úrnak. A
ukončil som modlitbu. És befejeztem az imámat. Potom som podal inzerát. Aztán föltettem egy hirdetést. Hudobník zo skúsenostiam a tak ďalej, hľadá kapelu a tak, a všetko igen, normálne. Tapasztalatokkal rendelkező zenész keres magának zenekart, és így tovább, és így tovább. Tým nehovorím, že som nejaký výnimočný, ale hovorím, že to bolo mondani, treba napísať. Hogy én nagyon különleges vagyok, csak ezzel azt akarom mondani, hogy ezt muszáj volt valahogy lefektetni. Požadovali, kde a čo som robil predtým. Áno. És ott kellett föltüntetni, hogy mit csináltam azelőtt, és így tovább. A ozval sa o pár dní jeden bratislavčan. Pár nappal később felhívott egy pozsonyi ember. A hovorí, že mám taký job, aký chcete. És mondja nekem, hogy nekem van egy olyan munkám, ami önnek kellene. Že pár dní by sme boli vo Viedni a potom pár dní by ste boli doma. Pár napot töltenénk Bécsben, és aztán a többi napot meg otthon tölthetné. Áno. Fú, hovorím, pane, presne erre, toto. Erre én mondom azon, ó, uram, pont erre vágytam. Tak som to bral. Ezt fogadtam. On si ma vyskúšal. Ő kipróbált engem. On bol učiteľ na konzervatóriu vtedy v Bratislave. Ő egy konzervatóriumi tanár volt Pozsonyban. A tak hovorí, dobre, tak ideme, budeme to robiť spolu. És duet. Mondta, hogy jó, akkor mi ezt együtt fogjuk csinálni, egy duettet alkotunk. Dobre, tak som rok tam fungoval. Így működtem egy éven át. A bolo to vlastne dobré. És el kell mondjam, hogy ez jó volt. Pán mi požehnal pokojný vzťah s tým človekom. Az Úr megáldott nekem egy jó kapcsolatot ezzel az emberrel. Vedel som sa uživiť. Meg tudtam ebből létezni. Aj šetriť na szobás. Sőt, még spórolni is a esküvőnkre. A tak ďalej. És így tovább. A potom... Aztán... Ten rok, ako som tam chodil... Az egy év alatt, amikor én oda jártam, tak začali Božie veci zrieť. Elkezdtek Isten dolgai beírni az én életemben. A cítil som, že ja už sem nepatrím. És elkezdtem azt érezni, hogy én ide talán nem tartozok. Ja už nepatrím do sveta, nebudem robiť svetskú hudbu. Hogy én már nem tartozok annyira a világba, hogy én már ezt a világi zenét nem szeretném csinálni. Ale radšej chcem slúžiť Pánovi. Hanem inkább, hogy szeretnék az Úrnak szolgálni. A tak som to povedal kolegovi. És így hát én ezt elmondtam az én kollégámnak. Mali sme dohodu, že ako dlho ešte zostanem. Nekünk volt egy egyességünk, hogy milyen hosszan fogunk együtt zenélni. A to sme naplnili. Potom. És azt betöltöttük. No a potom som nechal tú prácu. Aztán én ezt a munkát elengedtem. Ale to chcem povedať týmto. Ezzel itt azt szeretném mondani, že pán mi dal presne, čo som chcel. Az Úr pontosan megadta nekem azt, amit én szerettem volna. A nedal to tak, aby som poriadne doplatil na to. És nem adta nekem úgy, hogy én erre jól ráfizessek. Lebo to je moja vôľa. Mert ez az én akaratom. Nie, dokonca mi dal pokoj. Ráadásul még adott nekem békét is, békességet. A milosť je, keď vám Boh dá rozvahu. És nagyon nagy kegyelem, hogyha az Úr ad nektek egyfajta ilyen megfontoltságot. A že naozaj, že... Határozottságot. Skôr, že pochopiť veci. Vagy inkább az, hogy úgy mélyen megérteni dolgokat. A rozhodnúť sa pre neho. És hozni döntést mellette. Veľkou milosťou je. Nagy kegyelem az, keď bez palice poslúchame. Ha bot nélkül is engedelmeskedünk. Toto je cieľ. És ez volna a cél is. Že Boh chce, aby sme bez palice poslúchali. Az volna a cél, az Úr azt szeretné, hogy mi pálca nélkül is engedelmeskedjünk. Aby nemuseli prísť tie ťažké chvíle. Hogy aztán ne kelljen jönnie azoknak a nehéz pillanatoknak. Ale aby srdce bolo krotké. De hogy a szív az szelíd legyen. A to je len, keď je láska. És ez csak akkor van, hogyha van szeretet. Lebo koho milujeme. Mert akit mi szeretünk. Toho poslúchame. Annak engedelmeskedünk to je, is. To je Boží výrok. Ez Isten to Boh kifejezése. Vie, že takto to je.
Isten tudja azt, hogy ez így működik, ez így van. Iže keď pána neposlúcham. Így hát, hogyha én az Urat nem engedelmeskedek neki. Tak málo milujem. Akkor keveset szeretek. A teraz by som rád jeden vers vyzdvihol. Most szeretnék kiemelni egy verset. Vlastne dva. 41. 42. Kettőt. 41-est és a 42-est. A toto je to, čo pán Ježiš povedal a hovorí nám teraz. És ez az, amit az Úr Jézus akkor mondott, és ma is mond nekünk. Tedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ma vždy čuješ, ale pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Pán Ježiš sa modlil k Otcovi a Otec počul jeho prosbu. Igen, az Úr Jézus imádkozott az Atyához, és az Atya hallotta az ő kérését. Ešte raz povedzme. Nie preto, že vôľa pána Ježiša bola dobrá, ako ľudská vôľa, že on vymyslel niečo. Prepáč, nerozumel som, že... Nie preto, že by pán Ježiš vymyslel niečo dobré. Most ez nem azért volt, hogy az Úr Jézus kitalált volna valami jót. Alebo, že má humánne srdce, vzkriesi Lazara. Az ő szíve annyira humánus, és föltámassza Lázárt. Ale tak bol nasiaknutý Božou vôľou. De olyannyira magába itta Isten akaratát. Že iné ani nečinil. Hogy másra nem is volt képes. To činil, to už bola Božia vôľa. Amit ő cselekedett, az már Isten akarata volt. A preto Boh počul jeho prosbu. És ezért Isten hallotta az ő kérését. Lebo pán Ježiš vždy počul Božiu vôľu. Mert az Úr Jézus mindig hallotta Isten akaratát. Preto Boh vyhovel synovi. Ezért tett eleget a fiúnak. Az Isten. Az Isten. Preto, lebo syn vždy poslúchal otca. Azért, mert a fiú mindig engedelmeskedett az atyának. Čiže v synovi bola len otcova vôľa. Tehát a fiúban csak az atyai akarat volt. A Boh sa nestával proti slovám pána Ježiša. És az Úristen nem állt szemben az Úr Jézus szavaival. Ale ich žehnal. De áldotta azokat. A tým vlastne Boh žehnal svoju vôľu. És ezáltal aztán az Úr a saját akaratát áldotta. Keby sa stával proti synovi, hogyha ő szembe állt volna a fiával, stával by sa proti sebe. Saját magával is szembe állt volna. Lebo vôľa Božia bola v synovi. Mert Isten akarata a fiúban, viete, az Atya akarata pándal, a fiúban pochopiť, volt. Tudjátok, amikor ezt engedte Jóisten nekem megérteni, to začalo upratovať vo mne. Ez elkezdett bennem takarítani. Jednoducho, koľko svoj vôle je vo mne. Egyszerűen milyen sok ön akarat rejtőzik bennem. A ja chcem, aby Boh vyhovoval mojim prosbám. És én azt szeretném, hogy Isten tegyen eleget az én kéréseimnek. Pavol apostol hovorí o premene myslenia. Pál apostol beszél a tudat átváltozásáról. V 12. kapitole listu Rimanom. A római levél 12. fejezetében. A tam hovorí, že premente sa obnovením svojej mysle. És ott azt mondja, hogy újuljatok meg elmétek megújulásával. Aby ste vedeli skúmať. Hogy meg tudjátok vizsgálni azt, čo je vôľa Božia, mi Isten akarata. Čo je dobré, lúbe a dokonalé. Ami jó, kedves és tökéletes Isten számára. A premienenie sa je jeden krok. Tehát az átváltozás az az egyik lépés. A to dokáže len znovu zrodené Božie dieťa. Erre csak az újjászületett Isten gyermeke képes. Aj to ho treba učiť. És erre is őt kell tanítani.
Druhé je rozlišovanie Božej vôle. A második az Isten akarata megkülönböztetése. Že viem, čo je Božia vôľa do môjho života. Tehát, hogy én tudom azt, hogy mi Isten akarata az én életemre nézve. A to tretie je vykonať ju. És az a harmadik dolog az az, hogy mi ezt megcselekedjük. Že poslúchneme Boha. Más szóval, hogy mi engedelmeskedünk. Boh nám nezjavuje preto svoju vôľu v slove, Isten nem azért jelenti ki az ő akaratát az ő igéjében, aby sme o nej hovorili, hogy mi csak beszéljünk arról, a kto viac a lepšie vie o tom hovoriť. És hogy ki tud erről jobban beszélni, vagy igen. A, alebo aby sme sa nadchli. Vagy hogy mi föl lelkesedjünk ebből. Ale aby sme ju konali. De ez azért van megírva, hogy mi azt megcselekedjük. Dnes je v Jánovom evanjeliu, toto chcem upozorniť. Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy János evangéliumában je najviac Božích slov, a legtöbb isteni szavak vannak, to sa týka poslušnosti pána Ježiša, ami arról szól, hogy az Úr Jézus engedelmeskedett, a činí len Božiu vôľu, és hogy cselekszi csak Isten akaratát, celej Biblii. Az teljes Bibliában itt van legtöbbször. Tuje, áno, aj z evanjelií je tu priame výroky. Az evangéliumokból is áno. Itt a legtöbb idézet ezzel kapcsolatosan. Aj také, že slova, ktoré hovorím, to nie sú moje slova, ale olyan toho. Olyan is például, hogy azok a szavak, amelyeket én mondok, azok nem az én szavaim, és így tovább. Áno, áno, áno. A je hodné si to vyhľadať. És érdemes ezt kikeresni. Lebo tu človek pochopí, mert itt az ember megérti azt, prečo Pán Ježiš konal tie skutky, ktoré konal. Miért tette az Úr Jézus azokat a cselekedeteket, amelyeket tett. Lebo on len to robil, čo mu Otec zjavil. Mert ő csak azt cselekedte, amit neki az Úr megmutatta. Kijelentett. Kijelentett. Áno. A Boh sa proti svojej vôli nestával tým pádom. Už na čo? És ez által aztán az Úristen sohasem áll szemben a saját akaratával. Toto je pre nás škola. Ez egy iskola a mi számunkra. Božia vôľa je len dobrá s nami. Az Isten akarata csak jó velünk ránk nézve. Tak my ju prijímajme. Így hát mi ezt fogadjuk. A nechcíme prerábať našu vôľu na Božiu. És ne akarjuk azt tenni, hogy mi a saját akaratunkat átcsináljuk Isten akaratával. Najväčším konfliktom v osobnosti človeka, a legnagyobb konfliktusa az embernek az ő személyiségében, je vôľa versus vôľa inej osoby. Ez az, hogyha van mi akaratunk és más akarata. Áno. Či je to v manželstve? Lehet az a házasság életben. Či je to na pracovnom mieste? Munkahelyen. Alebo je to medzi človekom a Bohom? Vagy lehet ez ember és Isten között is. Preto sa vôľa musí zlomiť. Ezért a akaratnak meg kell törnie. A Duch Boží je v nás. Duch Boží je v nás. És az Isten szelleme mi bennünk van. Tedy vie preraziť. És akkor tud áttörést jönni. Toto sa týka aj takých skutkov, illeti olyan cselekedeteket is, ktoré nazývame zázraky. Amelyeket úgy nevezünk, hogy csodák. Takto jednoducho to začína. Ilyen egyszerűen kezdődik az egész. Ovocím ducha. A lélek gyümölcsei, szellem gyümölcsei. To je základ. Ez az alap. Aby nás diabol nevyzametal z Božieho kráľovstva. Azért, hogy a sátán ki ne söpörjön minket Isten országába. Alebo aby my sme nedoniesli diabolskú moc do cirkvi. Vagy hogy mi ne hozzunk ördögi hatalmat a gyülekezetbe. Keď milujeme Boha, hogyha mi szeretjük az Urat, to je najsilnejší orgán toho. Akkor ez a... Tá láska je najsilnejší orgán, akkor a szeretet a legerőteljesebb szervünk. K tomu, aby sme Boha poslúchali. Ahhoz, hogy mi engedelmeskedjünk Istennek. Tedy poznáme jeho vôľu. Akkor fogjuk ismerni az ő akaratát.
A ju budeme túžiť činiť. És vágyni fogunk arra, hogy azt be is teljesítsük. A to, čo činíme, Bohu žehná. Amit aztán mi teszünk, azt Isten fogja megáldani. Lebo sme sa stali nádobou, do ktorej nalial to, čo on chce. Mert mi tulajdonképpen olyan edényekké lettünk, amiben ő azt tölthet, amit ő akar. A tá nádoba vypúšťa ostatným to, čo on chce. És aztán ebből az edényből aztán ő ki tud ereszteni azt, amit ő akar kiereszteni. To Boh žehná. És erre adja az ő áldását. Tu je príklad Pána Ježiša. Igazából az Úr Jézus példája is. Toto je moja taká dobrá rada. Az én jó tanácsom az. Nájdite si krížové odkazy na to. Keressetek ilyen keresztutalásokat arra. Na všetky miesta, kde Pán Ježiš hovoril, že nič iné nerobí, len činí vôľu Božiu. Ahol arról beszélnek az igék, hogy az Úr Jézus semmi más nem tett, csak azt, ami Isten az Atya akarata volt. A pochopíme. És akkor fogjuk megérteni azt. Že Pán Ježiš nekonal toto ako syn Boží, ktorý z neba vo vlastnej nebeskej moci robil veci. És akkor értjük meg azt, hogy az Úr Jézus nem cselekedett dolgokat, mint ha ő ezt mind megtanulta volna a mennyben? Nie, ako keby zošiel z neba. Mint hogyha ő leszállt volna az égből. A ako sám Boh, ktorý to tu robil. Mint maga az Isten, aki ezt cselekszi. Ale ako syn človeka. De úgy, mint az ember fia. Čiže v úlohe človeka. Tehát az ember szerepében. To musel naplniť. Az ember szerepében kellett ezt betölteni. Aby bolo platné evangélium. Hogy az evangélium érvényes legyen. Lebo skrze jedného človeka vošiel hriech. Mert egy emberen keresztül jött be a bűn. Tak aj skrze jedného človeka ospravedlňujúci výrok na všetkých. És ugyanúgy egy ember által jött be a megigazulás is mindenki számára. Takže táto manifestácia Božej moci, és ez a megnyilvánulása Isten hatalmának, mená, azt jelenti, že on ako človek, hogy ő mint ember, len v ľudských silách, csak emberi erőkben, dokonca aj trpel ako človek, sőt, még szenvedt is, mint tak egy ember, poslúchal Boha, olyannyira ő engedelmeskedett Istennek, že sám Boh konal tie skutky, hogy maga Isten cselekedte azokat a cselekedeteket. A tu maríme falošné evangélium. Maríme, rušíme. És itt tesszük érvénytelenné az evangéliumot. Kde mnohí veria. Ahol sokan azt hiszik. Že oni majú tú moc. Hogy ő nekik van az a bizonyos hatalmuk. A potom sa v zhromaždeniach lieta, padá, kričí. És aztán a gyülekezetekben repülnek, esnek, kiabálnak, alebo utekajú, vagy szaladnak, a iné veci robia. Más dolgokat toto is. Toto nás učí z do bázne pred Bohom. Ez tanít minket arra, hogy mi Isten félelembe menjünk. A tomu, že. És annak, hogy. Boh s nás urobil roboty, keď sme sa znovu zrodili. Hogy a jó Isten nem készített belőlünk robotokat, amikor megtértünk. Tak sa nečuduj, že ti nejdu len tak veci. Így hát te ne csodálkozz annak, hogy a dolgok nem így mennek, mint a szalagon. Ano. A neurobil z nás bohov. És nem is tett belőlünk isteneket. Tiež sa nečuduj, že ti nefungujú veci len tak, že lahúčko. Ugyanúgy ne csodálkozz azon, hogy nem könnyedén mennek neked a dolgok. Ale zostali sme ľuďmi. De megmaradtunk embereknek. Majúci Svätého Ducha. Akiknek megvan a Szent Szellemük, ktorý nás učí, aki tanít minket, vedie, vezet minket, napomína, fegyelmez povzbudzuje, minket, búzdít, ale k tomu všetkému, de mindenhez, sa my musíme rozhodnúť, nekünk kell hozni egy döntést, a podriadiť sa mu, egy döntést, hogy mi alárendeljük magunkat neki, vtedy bude fungovať život, és akkor fog az élet jól működni. Ďakujem Pánovi za toto slovo. Nagyon szépen köszönöm az Úrnak ezt az igét. Lebo viete, prvý človek, koho sa dotklo, je ja.
som ja. Tudjátok, mert az első ember, akit ez az igen megérintett, az én voltam. A ja verím, že prinesie úžitok aj pre ostatných. És én hiszek abban, hogy más embereknek is hoz hasznot. Jednu vec by som tiež zase odporúčil. Még egy dolgot szeretnék ajánlani. Prosme o múdrosť, bratia a sestri. Kérjünk bölcsességet. Lebo rozumieť Božím veciam, mert megérteni Isten dolgait, to je milosť. Ez egy kegyelem. A prosme o poslušné srdce. És kérjünk engedelmes szívet is. Lebo poslúchať Boha. Mert engedelmeskedni Istennek. Hogy s veľkým požehnaním. Ez nagyon nagy áldással to jár. Viete, také úžasné veci. Tudjátok, ezek olyan csodálatos dolgok. A ja vám dolgok. Poviem úprimne, že veľmi potom túžim. És én megmondom nektek őszintén, hogy én erre nagyon-nagyon vágyom. A predtým, ako by sme odovzdali slovo tu prítomným. És mielőtt átadnánk a szót az egybegyűlteknek. Tak poďme, pomodlíme sa. Gyertek és imádkozzunk. A ja by som s Peťkom uzavral túto časť. Én Péterrel lezárnám ezt a részt. Jednou krátkou modlitbou, a on sa môže... Egy rövid imával. Áno, alebo dvoma. A potom vám odovzdávame slovo. És utána átadnánk nektek a szót. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za tvoju milosť. Mennyei Atya, köszönjük neked a te kegyelmedet. Ďakujeme, že to je také veľké, čo ty dávaš. Köszönjük, hogy olyan nagy az a dolog, amit te adsz. A my sme naozaj deti, tak ako si povedal. És mi valóban a te gyermekeid vagyunk, ahogy te azt elmondtad. A za to ti ďakujeme, Panie. És ezt szeretnénk neked megköszönni. A chceme mať také srdce. És szeretnénk, hogy olyan szívünk legyen. Ako majú deti. Mint amilyen van szívük a gyerekeknek is. Teší na teba. Mely örülni tud neked. Veď ani nevystihneme tvoju veľkosť. Mert nem is tudjuk magunkba foglalni a te nagyságodat. Ďakujeme ti za to. Köszönjük ezt neked. Nám aj teraz dal svoje slovo. Hogy most is nyújtottad számunkra a te ígédet. A prosíme ťa. És arra kérünk. Aby si nám pomohol zachovať ho. Hogy segíts nekünk megcselekedni azt. Tak nech sa stane tvoja vôľa v našom živote. Így hát legyen meg a te akaratod a mi életünkben. Na veki. Mindörökre. Amen. Igen, Urunk, megköszönjük. Ďakujeme, Panie. Áno, poďakujeme, Panie. Hogy ilyen mély vizekre vezettél minket. Ty nás voviedol do takýchto hlbokých vôd. És hogy rám mutattál arra, že si nám ukázal, poukázal na to, hogy az Úr Jézusnak is meg kellett küzdenie azért, že aj Pán Ježiš musel bojovať za to, hogy minden akaratot, amit magába szívott, azt ellenőrizze, hogy egyezik-e a te akaratoddal. Každú vôľu, ktorú on prijal do seba, aby rozoznal, rozlíšil, či sa to vlastne zhoduje s tvojou vôľou. És nem úgy jött, mint aki beprogramozott lett volna föntről azonnal. A neprišiel ako ten, kto by bol zhora naprogramovaný tým. Hanem tökéletes egységbe volt veled, Atya. Ale bol v dokonalej zhode a jednote s tebou, nebeský Otče. És amit ő kért és akart, annak te is tudtál örülni. A to, čo on si prosil, to, čo žiadal, tomu si sa vedel ty tešiť. Kérünk arra, Urunk, ja prosíme, Otče, hogy Pani, tudjunk téged szeretni, aby sme ťa vedeli milovať. Hogy aztán abban a szeretet kapcsolatban mi megtudjuk azt, hogy te minek örülsz. Aby sme v tom vzťahu lásky poznali to, čomu sa ty tešíš. És hogy tudjunk olyat kérni, ami megörvendezi a te atyai szívedet. Aby sme si vedeli prosiť to také, čo rozveselí alebo urobí radostným tvoje srdce. Így segíts meg minket, bűnösöket. Amen. A takto nám pomôž hriešným ľuďom. Amen. No a teraz je tu čas a radi by sme vám odovzdali slovo, takže smelo poďte,
a budeme aj mi radi počúvať. Szeretnénk átadni a szót, úgyhogy gyertek és szívesen meghallgatunk benneteket. Peťko, nechce si oddychnúť, má si aj chváli. Nie, je to dobre. Určite? Áno. Fičím na energiu zhora. Dobre. Tak nadviažem na tú lásku, ktorú prosím aj ja pána. Szeretnék rá csatlakozni arra a szeretetre, amiért én is könyörgök. A samozrejme, že som ho dostal a teším sa s nej, že ju môžem odovzdať iným. Természetesen én is örülök annak, hogy megkaptam, és hogy oszthatom másoknak is. Zatiaľ som po tú múdrosť neprišiel, tak zatiaľ mi stačí láska. Eddig még azt a bölcsességet nem értem el, így hát meg kell elégednem a szeretettel. Dcera mi odišla v piatok do Prahy, príde dneska večer. Az én lányom elment Prágába, elutazott, és ma este fog visszatérni. A rozmýšľal som, jak tie 3 dni využijem v tom dome úplne sám. Hovorím, budem dlho spáť a budem si oddychovať. És gondolkoztam afelet, hogy hogyan fogom én azt a 3 napot kihasználni, míg ő nem lesz otthon, hogy sokat fogok aludni. Obidve rána som stával 4:30. Mindkét reggelen 4:30-kor keltem. A u nás Miloslavove, tak ako tu, bol horúci deň včera veľmi. És nálunk is Miloslavovban, úgy, ahogy itt is, nagyon forró reggel volt mindkét napon. Tak sadám na bicikel, do rukszaka dám psa, udám na chrbát. Így fölpattantam a biciklire, a hátizsákunkba beletömtem a kutyust. A idem na jazera asi 20 minút na bicikli. És megyek a tavakhoz, olyan 20 perces útra. Na tie jazera som chodieval ešte pred obrátením, keď sa mi rozpadal život, aj manželstvo, tam som chodil vzdychať a lutovať sa, pozerať do oblakov. Az a tavak, akkor is szoktam látogatni őket, mikor még a világban éltem, és szétomlás előtt volt az én házasságom, oda jártam magamat sajnálni, és sóhajtozni. Áno. A vlastne, ja som mal 17 rokov, keď sa Jožko obratil. Dneska mám 49. Én 17 éves voltam, amikor Jožko megtért. A vlastne v auguste... Mám 49 vagyok. Áno, pardon. A v auguste bude teraz 1 rok, čo som obratený. Čo sa veľmi teším. És augustusban lesz ez 1 éves időpont, amikor én megtértem. A tým, že tam už bývam 5. rok v Miloslavove a chodím na tie jazera, és most, hogy már 5 éve élek ott Miloslavovban, és látogatom ezeket a tavakat. A spoznal som tam takých dôchodcov, ja som tam najmladší, všetko sú to dôchodcovia, ale milé ľudia, tykáme si. És megismertem nyugdíjasokat is, én vagyok ott a legfiatalabb, de ennek ellenére tegező viszonyban vagyunk. Tak milý rok som sa k ním tak viacej priblížil, spolu sme na takých hlavičkách, tam sedíme. A múlt éven sikerült nekem jobban közelednem feléjük, ott szoktunk együtt ülni a padokon. A tak som im povedal, že som kresťan, že milujem Božie slovo, že nasledujem Pána Ježiša. Elmondtam nekik, hogy keresztjén vagyok, hogy szeretem Isten igéjét, és hogy igen, hogy szeretem Jézust. A oni samozrejme znali zubom času, tak áno, dobrý chlapček, veď všímame si taký milý, zdvorilý, no veriaci, okej. Okay. És akkor ők ezt úgy zárták magukba, hogy hát igen, látjuk rajta, hogy olyan kedves ember vagy, sympatikus. Veľa ľudí vie o evanjeliu, o Pane Ježišovi, taký ten balíček základný. Sok ember ismeri az alapcsomagot az Úr Jézusról, az evangéliumról. My sme sa aj čudovali, veľmi veľa ľudí vie, kto je Pán Ježiš, ale... Čodálkoznánk, hogy milyen sokan tudják azt, hogy ki Úr Jézus. Či tomu aj reálne rozumejú do také hĺbky, ako by mali, tak to je otázne. De hogy ők reálisan értik-e mélységesen, hogy mi is van, az kérdőjeles. I keď zanadávali, tak sa mi omluvili a tak boli takí. Mindig, amikor čúňa szavakat használtak, bocsánatot kértek. A pochopil som vtedy, to bolo pred rokom, že toto nebude cesta asi. És akkor megértettem kb. Egy évvel ezelőtt, hogy ez nem lesz egy út számomra. Tak hovorím, poviem vám svedectvo. És hát úgy döntöttem, hogy bizonságot mondok. Mojho života. Tak som im hovoril, že som bol podvodník, úžerník. Elmondtam nekik, hogy csaló voltam, uzsorás. Kupliar. Zle sa mi to až hovorí. Kupliar, mi je za kupliar? To je čo to je? Tehát, hogy üzleteltem hölgyekkel is. Tehát, hogy... A tak ďalej. No, až sa mi to zle hovorí. Proste všetko to najhoršie. Rossz ez még megmondanom is. Minden legrosszabb, amit el tudtok képzelni. A
A už si sadli, si posadali, jak v škole všetci. És akkor abban a másodpercben úgy le is ültek mindenki, mint az iskolában. Tak som pochopil, že toto je vážne sila svedectva, veľká sila svedectva. Akkor értettem meg azt, hogy ez igazából a bizonyságtételnek az ereje. A ten rozmer komunikácií sa odtedy veľmi zmenil. És a kommunikációnak a méretei attól a ponttól megváltoztak. Začali ma viacej sledovať. Elkezdtek engem jobban megfigyelni. Itt tole nehrám to kresťanstvo. Hogy én nem színészkedek csak. Tak včera, ako spomeniem, vrátim sa do včerajšieho dňa, tak sme sa stretli. Visszatérek a tegnapi napomhoz, úgy találkoztunk. A bavili sme sa o pánovi Ježišovi, ten jeden je bývalý vojak z povolania. Beszélgettünk az Úr Jézusról, az egyik az egy volt katonatiszt, igen, ilyen hivatásos katona. A tu spomeniem ten pomilený názor. És itt szeretném megemlíteni azt a tév gondolatot. Že v písme je napísané, že Hitler bude skriesený a bude postavený na súd. És azt mondták, hogy a Szentírásban az is megvan írva, hogy a Hitler is, hogy föl fog támadni, és az igazságos Isten elére szállítva. A on povie, že príjmam Pána Ježiša, lutujem, čo som urobil, a Pán Ježiš ma odpustí. Hogy igen, én fogadom az Úr Jézust, és akkor erre az Atya őt el fogja fogadni. A ja mu hovorím, že to sa veľmi milíš, tak toto jednoducho určite nefunguje. És erre mondom neki, hogy te talán tévedsz, ez nem ilyen egyszerűen működik. Pokiaľ viem, tak si zobral život, sa zastrelil. Ha én jól tudom, akkor ő elvette a saját életét, lelőtte magát. A to sme sa bavili pri vode. Ani ho neprijal Pána Ježiša, ani ho nevyhlásil za kráľa. Nem is fogadt el az Úr Jézus, nem is kiáltotta őt királynak. A prvoradne nečinil pokánie. És elsősorban nem is tett soha bűnbánatot. On samozrejme nepriamo narážal na seba, že keď ten deň príde, tak len vyzná, pokloní sa, pokorí sa, ale... Persze ő saját magára célozgatott, hogyha majd egyszer eljön az a nap, amikor búcsúzni kell, hogy ő akkor hama megtér. Títo dvaja manželia tu boli na Veľkej nedeli, Valika si ich asi pamätá. Ez a házaspár volt itt egyszer egy nagy vasárnapon, Valika emlékszik is rájuk. Talán. Včera mi spomenuli, že vadilo im to duálne prekladanie, že to ich rušilo. Tegnap említették nekem, hogy számukra zavaró volt az a fordítás. A hovorím, ja vás nikde nevolám, máte slobodnú volu, už to tak nerobím ako kedysi, že... Igen, én mondom nekik, hogy én nem foglak benneteket rábeszélni, szabad emberek vagytok, nézzétek. A chcem povedať, že včera prvýkrát sa mi stala taká premiéra. És hadd mondjam el, hogy tegnap először történt velem, hogy volt egy ilyen első előadásom, egy ilyen premiér. Tá jedna Evička má toľko rokov, čo by mala moja mamina 76, všetci si tam týkame. Az a egyik Evika az kb. Olyan idős, mint az én anyukám, 76 éves. A hovorí mi, že útorok má operáciu očí a že sa aj trošku bojí a má z toho rešpekt. És megosztotta, hogy kedden lesz neki szemműtétje, és hogy aggodalmaskodik emiatt. Tak som to hodil na brata Csongora, čo sa modlí aj na kupaliskách. Ezt rádobtam aztán a Csongor testvére, aki a strandokon is imádkozik. Tak hovorím, podaj mi pravú ruku, keď môžem, rád by som sa za teba pomodlila. És mondom neki, léces, add ide, nyújtsd ide a jobb kezetet, szeretnék érted imádkozni. A vyprosíme požehnanie pre teba. És áldást kérni a számodra. Tak samozrejme, kopec ľudí, mladých, pri bufete, na lavičkách, tak sme išli nahlas modlitbu. És egy csomó ember ott volt a büfé mellett is ültek, és akkor mindenki előtt elkezdtünk hangosan imádkozni. A na záver pekne povedala amen a prijala to s pokorou. És a végére azt mondta ő is, hogy amen, és alázattal fogadta az imát. Tak ja som sa z toho veľmi osobne tešil, že sa môžem k pánovi takto priznávať medzi nimi a že on tam u nich verí. Én nagyon örültem ott belül, hogy előttük szint valhattam, és megvalhattam a szerelmemet az Úr Jézus iránt. Tak toľko k tomu malému svedectvu a ešte by som krátko ennyit spomenul. Ennyit ez a pici bizonsághoz, és még valamit szeretnék említeni. Zabudol som, Mirko vás pozdravuje. Elfejtettem mondani, hogy a mali Mirko üdvözöl benneteket. A Stanko z Ružomberka so Zuzkou, manželkou, čo cestujú és takú diálku. Stanko és Zuzka Ružomberokból, akik olyan hosszú utat tesznek, mert mikor jönnek hozzánk. Tu v Chorvátsku, pardon, to som mal povedať na začiatku. Ezt kellett volna az elején mondanom, hogy Horvátországban vannak most.
Ešte krátko, nech dám priestor iným. Dcera ma prihlásila do Beservitky a teraz pondelok je vysielanie. Még röviden. Az én lányom bejelentett engem egy tévéműsorban, aminek az a címe, hogy, hogy szalvetta nélkül, vagy valahogy így. Neviem, či to môžem povedať, pôjde to. Főző versenyez igazából. Neviem, či to môžem povedať, bude to na YouTube. Podpísala zmluvy za mňa, všetko vyplnila. Mindent aláírt helyettem, kitöltött helyettem. Nem tudom, mondhatom ezt, hogyha fölkerül. A hovorím si, dobre, tak nech sa to otočí, nech to Boh otočí na dobre, tak mondom neki, niečo som vymyslel. Van, hogyha már ilyet művelt, akkor hadd forduljon ez jóra. Tak produkčný mi volal, a že aký bude program, tak som vymyslel aj menu a že aké bude, či dáme tortu víťazovi. A produkciós manager felhívott, és beszéltük meg vele, hogy mi is legyen, mit süssünk, mit főzzünk, aztán azt hiszem tortát. A Ivanko mi dal na veľké nedele 5 gideoniek malých biblií. És az Iván testvér adott nekem a múlt alkalommal Gedeon bibliákat. Tak som mu navrhol, že ja mám odmenu pre všetkých, nelen pre víťaza, každému dá malú Gedeonku. És én mondtam neki, hogy nekem nem csak egy ember számára van jutalmam, én mindenki, minden résztvevőnek adnék ajándékot. Mal som obavy, že to pojme tak náboženský. Féltem attól egy kicsit, hogy olyan vallásosan fogja felfogni. Odmlčal sa na sekundu, povedal, dobre, výborný nápad. Egy másodpercig hezitált, utána rávágta, hogy na jól van. Tak to bolo požehnané. A ez ilyen áldott volt. Tak v útorok varím ja. Úgyhogy kedden útorok, én főzök, most kedden. Tak sa modlite za mňa, aby imádkozzatok, legyetek szívesek, értem. Nech to je krisztovské, nech to nejde z môjho charakteru. Hogy ez krisztusi lehessen ne az én karakteremből kifolyó dolgok. A nech ten duch Boží, nech tam prevláda, nie tie tí duchovia iní, ktorých si oni tam prinesú ku mne do domu. Szelleme uralkodjon ott, nem más szellemek uralkodjon. Nech tam je ten víťazný duch, ten az Boží. Az a győztes szellem legyen ott. Tak buďte všetci požehnaní a ďakujem za legyetek slovo. Legyetek mindjárt áldottak, és köszönöm a lehetőséget. Ďakujeme. Halleluja, ďakujeme pekne. Môžem ťa poprosiť, Ivko, vystriedáš ma na minútku, lebo už by som si asi možno sadol na minútku. Ale ešte, Valiku, teba ešte vydržím, ty si taká stručná. Som veľmi rada, že Jožko povedal túto tému. Nagyon örülök annak, hogy Jožko ezt a bizonyos témát hozta ide közénk. Ja až taký asi mesiac sa modlím za Božiu vôľu. Én már kb. Egy hónapja imádkozom Isten akaratáért. A dokonca vyhlasujem každý deň, to robím ráno, večer, že Pán Ježiš, milujem Tvoju vôľu v mojom živote. Ráadásul még minden nap, reggel is, este is kijelentem hangosan, hogy én szeretem Jézus a Te akaratodat. A no, nehovorím, že ju akože nejako 100% neplním, lebo sa to učím. Nem mondhatnám azt, hogy 100%-osan betöltöm is azt, mert én ezt csak tanulom. Ale už tak vnímam aj tak, že keď niekedy nie som v tej Božej vôli. De azt érzékelem már most is, hogy néha, amikor nem vagyok benne Isten akaratában, napríklad aj myšlienky, keď mám nejaké aj privátne, ale myšlienky mám nejaké. Ha az én gondolataim is elkalandoznak például a főzés mellett. A že iba pocitím, že nejak ma boli hlava. Ó, tak toto sú neni dobré myšlienky. Néha arra leszek figyelmes, toto, hogy že megfájdul a fejem, és akkor mondom, ez nem biztos, hogy Isten, Isten gondolatai voltak. Lebo áno, chcela by som ako len, aj sa za to modlím, že aj mysleť aj o druhých, aj o sebe, dobre, nie. Igen, mert én azt tanulom, hogy másokról is, magamról is jót gondoljak. Alebo aj ten čas dávať Pánovi, že povedzme aj ráno, aj, možno aj cez deň, alebo aj večer. Vagy azt az időt is az Úrnak szánni, reggel, délben, este is. Lebo keď som bola, volakedy ešte, jak som sa obrátila v takej prvej láske, régebben, amikor megtértem és benne voltam az első szeretetben. Lebo jak som sa obrátila, tak hneď som bola prepustená z tej práce, kde som robila. Mert amikor megtértem, engem el is bocsájtottak a munkahelyemről, ahol som akkor dolgoztam. Pol roka nezamestnaná. Aztán voltam fél évig munkanélküli. A potom som išla robiť do jedného veľkého podniku. Aztán egy nagy céghez szerződtem. A tam som
mala takú kancelársku prácu. Ott meg ilyen adminisztrációs munkám volt. Ale som vedela, že či mám viac, ešte viac práce, tak musím sa ešte viac modliť ráno. De tudtam azt, hogy mivel, hogy nekem ilyen sok munkám van, nekem még többet kell reggel imádkoznom. Tak som prišla do práce, že videla som, že toľko papierov, čo som ja mala spracovať na stole, nakladené samé papiere do... És amikor láttam a munkahelyemen azt a sok papírt, amit nekem fel kell dolgoznom, tak to som vedela, že dneska sa musím viac modliť ešte. Akkor én azt tudtam bizonyosan, hogy ma még többet kell imádkoznom. Áno, a teraz niekedy akoby som na to už tak zabudla tieto veci robiť. És most már megesett velem többször is, hogy néha megfeledkezem ezekről. Áno, a keď je veľa práce, že robím, neviem čo, do obeda, po obede hneď začnem znova len robiť. És amikor dolgozok délelőtt, és aztán már hajlamos vagyok délután is csak dolgozni, tak hneď sa mi začne nejak nedariť. Že akkor niečo már sa mi nedarí. Azt érzékelem, hogy nem elkezdek, igen, nem sikerülnek a, sikerülnek a dolgaim. Tak áno, hneď sa spamätám, že áno, pane. Akkor észhez térek, hogy ó, igen, uram. Zabudla na teba. A, megfeledkeztem rólad. Ale tá práca nie je dôležitejšia ako ty. És ez a munka nem fontosabb nálad. A tak sa si sadnem a sa ukludním. Így hát leülök, aztán megnyugszom. A tak sa modlím a čítam si Bibliu. A olvasom a Bibliát. A potom idem robiť to, čo som chcela a už je to iné. És aztán utána elmegyek és azt csinálom, amit kell. Tak neviem, takto hľadám tú Božiu vôľu, alebo sa modlím aj za ľudí niektorých. Že... Így keresem Isten akaratát és imádkozom bizonyos emberekért is. Že, pani, nie, že mi niekto aj volá, že za toto sa modlí a toto, toto. Tehát nem úgy, hogy valaki fölhív, és én aztán, és mondják persze, hogy ezért és ezért imádkozom akkor. Ale ja sa modlím, že pani, nech sa tvoja vola stane. És úgy fogalmazom meg az imámat, hogy uram, hát legyen meg a te akaratod. Lebo viem, som si uvedomila, že keď chodím aj ja v Božej voli, to je úplne najlepšie pre mňa. Mert számomra azt tapasztalom, az a legjobb, amikor járhatok Isten akaratában. Lebo už keď idem niekde mimo Božej vole. Mert amikor kitérek ebből, tak viem, že nie je to dobre, nie je to dobre. Akkor tudom, hogy ez nem jó az én számomra és más emberek számára sem. Učím sa to a hľadám to. Ezt tanulom nap, mint nap, és ezt keresem. Ďakujem. Köszönöm szépen. Ďakujem. Ja by som chcel také krátke svedectvo povedať. Egy rövid bizonságot mondok. Tento týždeň som bol u holiča. Ezen a héten borbérnál voltam. Lebo doteraz sme sa strihali so synom. Mert eddig a fiammal kölcsönösen nyírtuk egymást. A syna, on mňa. Én őt és ő engem. Že teraz je v Trnave. Most a fiam Trnaván van. Tak som hľadal nejakého holiča. Aj brata Ivana som sa pýtal, kde chodí sa strihať. A Iván testvét is kérdeztem, hogy hol nyiratkozik, kerestem borbélyokat. Tak som našiel. Úgyhogy megtaláltam. Je tam pani. Van ott egy nő. Muske teda je. Tehát férfi fodrász, nő. Ha. Prišiel som tam a ona hovorí, či som objednaný. És oda mentem, és ő megkérdezte, hogy be vagyok jelentkezve. Hovorím, nie som objednaný. Mondtam, hogy nem. Nevedel som, že treba sa objednať. Nem tudtam, hogy be kell jelentkezni. Že dobre, že počkajte chvíľočku, na 11. És akkor mondta, hogy várjon egy keveset, hogy 11 órára lehetséges. Je objednaný jeden pán. Vagy 11 órára valaki meg van rendelve. Keď by náhodou meškal, tak vás medzi tým zoberiem. Hogyha véletlenül késne, akkor beveszem magát. Tak aj bolo. Így is lett. Keď dostrihala toho pána, čo bol predo mnou, tak ma zobrala. Miután befejezte ezt a klienset, utána engem vett. Á, tak začala debata. Elkezdtünk beszélgetni. Lebo som povedal, že z Levi sme sem prišli bývať. Mondtam, hogy Léváról költöztem ide Komáromba. Ona sa pýtala, že prečo? Megkérdezte, hogy miért.
Tak som povedal, že mal som veľké problémy s konečníkom. Mondtam, hogy nagy problémáim voltak a végbelemmel. Veľké bolesti, veľa krvi, keď som išiel na mise na veľkú potrebu. Nagy fájdalmaim voltak, vérzéseim, amikor szükségletem volt. Keď som išiel na veľkú, tak som sa triasol a škrabal som sa po múri od bolesti. Annyira fájt, hogy vakartam a falat, olyan fájdalmaim voltak. A dozvedel som sa tu o jednom Božom služobníkovi. Tudtamra jutott itt Komáromba egy Isten szolgája. A bratovi Barkócimu. A Barkóci testvérről. Lebo som sa dozvedel, že cez jeho modlitby bolo veľa ľudí uzdravených, vyslobodených a tak ďalej. Megtudtam, hogy az ő szolgálata által sokan szabadultak, meggyógyultak. A hovorím, a ja som mu povedal, čo mám, aké problémy, tak sme sa pomodlili, som ho poprosil, či sa môžeme pomodliť. Felkerestem őt, és elmondtam a problémáimat, és megkértem, hogy imádkozzon értem. Tak sme sa pomodlili. Imádkoztunk. Pán Ježiš ma uzdravil. Ďaká ti, Pán Ježišu. Az Úr Jézus Krisztus meggyógyított engem, hála neked, Úr Jézus. Povedal som je, že nebol som vôbec u lekára, nikde. Elmondtam, hogy nem voltam sehol, se orvosnál. Že po tej modlitbe som bol úplne uzdravený, že mám, teraz mám všetko v poriadku. Hogy ezután, az ima után teljesen meggyógyultam, és minden rendben van. Tak sa veľmi čudovala. Nagyon csodálkozott ezen a hölgy. A ja som sa jej opýtal, že či je odtiaľto z Komárna. Én is megkérdeztem, hogy ő hova valósi. Povedala, že áno, že už 30 rokov tu býva. Mondta, hogy már 30 éve lakik itt. Ale že pochádza zo Siach. De hogy Ipolyságról származik. Hovorím, ja som tam v Leviciach jazdil s autobusom. Mondtam neki, hogy ott jártam autóbusszal, mikor sofőr voltam. A dostal som linku Levice Sahy. Léva Ipolyság vonalon jártam minden nap. Aj to sa čudovala, že Levice Sahy patria pod Levice. Ezen is csodálkozott, a Ipolyság Lévához tartozik. A nakoniec som videl, že ma dobre ostriehal, hovorím, asi budem k vám chodiť. És miután befejezte, láttam, hogy jól megnyírt engemet, és mondtam neki, hogy ide fogok járni, nyiratkozni. Lebo nemám rád dlhé vlasy, lebo otecko, keď sme boli malí, nás stále strihal a teraz som zvyknutý na také kratšie vlasy. Nem szeretem a hosszú hajat, mert amikor gyermek voltam, az édesapám nem szerette a hosszú hajat, és rövidre nyírtak bennünket. Dobre, tak sa potešila, že má o jedného zákazníka viacej. Megörült erre a hölgy, hogy egy kuncsavtal több lesz neki. Dala mi telefónne číslo, aby som sa objednal dopredu. Adott nekem telefonszámot, hogy rendeljem meg a következő alkalmat. A hlavne to ďakujem Pánu Bohu, že som mohol hovoriť, ako ma Pán Ježiš uzdravil, že som mohol svedčiť. Köszönöm Istennek, hogy bizonságot tehettem az Úr Jézusról. Buďte požehnaní všetci. Legyetek áldottak mindannyian. Buďte požehnaní, bratia, sestry. Legyetek áldottak, testvéreim. Mne sa velice páčilo Jožkové kázanie. Nekem nagyon tetszett a Jožkónak a ige hirdetése. Vidím, že a počujem, že na vysokej úrovni to robí. Láttam, és hallottam, hogy magas színvonalon volt. Že je učiteľ, isté, že? A mivel, hogy tanító is. On povedal, že tá retorika je na vysokej úrovni. Hogy ez a kifejezés mód is magas színvonalon van. A čo sa mi najviac páči? És ami a legjobban tetszett? Že to pekne vie vysvetli. Hogy szépen tudja ezt kifejezni. Jakože je to velice tvrdý pokrm.
čo hovorí. Amit mondott, ez kemény eledel. Je to vysoká hĺbka, čo hovorí. Ez magas mélység. Ale tak detsky to vie vysvetliť. De úgy ki tudja fejezni, mint gyermekeknek. De nič inému neviem povedať. Semmi más nem tudok mondani. Milujem. Hogy szeretem őt. Úgy értesem. Legyetek áldottak. Prosíme, ďalšie svedectvá. Legyetek áldottak. Legyetek áldottak. Buďte požehnaní. Hát, köszönöm a Úr Jézusnak elsősorban. Predovšetkým ďakujem pánovi Ježišovi. Pont ma reggel erről ígérő beszélgettünk otthon Erikával. Akurát dnes ráno o tejto slove sme rozprávali manželkou Erikou. Mert ugye történt az, hogy a Erikának apukája. Lebo to sa stalo, že otecko Eriky. Múlt hét vasárnap meghalt. Minulú nedelu zomrel. És előtte történt még az, hogy pénteken voltunk ott a apóséknál. A predtým piatok sa to stalo, že sme boli u nich. És akkor após nekem azt mondja, ültünk a konyhába, szembe ült nekem. A svokor sedel v kuchyni oproti mne a hovoril. És akkor, hogy Gyuri, imádkozzám azért, hogy meghalljak. Povedal mi, že Gyuri, pomodli sa za to, aby som zomrel. És mondtam neki, hogy azért nem fogok imádkozni, hogy maga meghaljon. És a hovoril som mu, že za to nebudem modliť, aby ste vy zomreli. Hanem azért fogok imádkozni, hogy fogadja el az Úr Jézus Krisztust a szívébe. Ale preto budem modliť, aby ste prijali Pána Ježiša Krista do srdca. Mint saját megváltóját és urát. Ako svojho osobného spasiteľa a pána. És ha az Úr Jézus úgy lássa jónak, a keď Pán Ježiš bude vidieť tak za dobré, akkor elviszem magát ővele a mennybe. Vás zoberie do neba k sebe. És ez vasárnap hajnalba meg is történt. És a toto v nedelu nad ránom sa aj stalo. Hisszük azt ott, hogy otthon van. Veríme tomu, že je doma. És már szerdán el lett temetve. A stredu už ho pochovali. Ott álltunk a ravatalnál, Erikába. Tam sme stáli v dome smutku. És akkor mondom Erikának, hogy apud is ugyanúgy van, mint Lázár, aki már 4 napja volt a sírban. Hovorí som Erike, že tvoj otecko tiež je tak ako Lazár, že už 4 dní bol v hrobe. Mondom, hiszed azt, hogy mostan imádkozunk, hogy az Úr Jézus föltámozza őtet? Pýtal som ju, že či veríš, keď teraz budeme modliť, že Pán Ježiš ho skriesi? Azt mondja, hogy hiszem. Hovorila, že verím. De tudjuk azt, hogy ő otthon van. Ale vieme to, že on je už doma. Most ha például föltámadt volna az apósom. A teraz, keby stál z mŕtvych môj svokor. Akkor lehet, hogy nem találta volna meg az urat. Možno, že by nenašiel pána. Hogy mint a apám is, aki már 26 éve az Úrnál van. Ako môj otec, ktorý už 26 rokov je u pána. Akkor is apunak mondtam, hogy apu, én hiszem, ha most fogok imádkozni az Úr Jézushoz. Aj otcovi som hovoril, že keď sa budem modliť pánovi Ježišovi, akkor te meggyógyulsz. Vtedy ty uzdravieš. Mert olyan betegsége volt, hogy ilyen szkleróza multiplex, de a rosszabb fajta. Lebo mal chorobu, sklerózu, multiplex, taký vážny prípad.
De azt tudom, hogy te most már befogadtad a szívedbe az Úr Jézus Krisztust. Ale viem, že ty si už prijal do srdca Pána Ježiša Krista. És biztos, hogy otthon találkozunk. A isto, že doma sa stretneme. De ha mostan te meggyógyulnál, ale keby si ty teraz sa uzdravil, akkor lehet, hogy eltávoznál az Úrtól. Eltávolodnál. Možno, že by si odklonil od Pána. Akkor inkább azt mondom, hogy legyen meg az Úr akarata. Tak radšej poviem, že nech je Božia vôľa. Lehet, hogy kemény lesz. Možno bude tvrdé. Itt meghalsz. Tu zomreš. De otthon föltámod. Ale doma budeš skriesený. És találkozunk. A stretneme sa. És így lett, hogy meghalt, de hiszem, hogy él. A tak sa stalo, že zomrel, ale verím, že žije. Ez a temetés és apósomnak olyan érdekes volt. A tento pohreb môjho svokra bol taký zaujímavý. Ugye hát mind gyermeket megkeresztelték, mi református. Pokrstili ho ako dieťa ureformovaných. De templomba nem járt soha. Ale do kostola nechodil nikdy. És akkor Erika intézett papot. Erika vybavila farára. De mostan a papok elmentek valamilyen konferenciára. Ale títo farári išli na volakú konferenciu. És csak egyetlen egy lelkésznő volt szabad. A len jedna farárka bola voľná. És akkor az Erika mondta neki, hogy hát hogyan szeretné, hogy zajljon az a búcsúztató szöveg. Erika sa pýtala jej, že ako predstavuje, že priebeh rozlúčky. Akkor kikötötte ez Erika, hogy az is szerepeljen benne. Erika vyhradila, aby aj to v tom bolo. Hogy az apum elfogadta az Úr Jézus Krisztust. Že môj otec prijal Pána Ježiša Krista. És hisszük, hogy hazament. A veríme, že išiel domov. És a lelkésznő teljesítette ezt a kérést. A farárka splnila túto žiadosť. Meg ő is beleszőtt azt, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk, aj ona hovorila o tom, že keby sme sa nádejali len v tomto živote, akkor minden embernél nyomorultabbak volnánk. Tak by sme boli od každého človeka úbohejší. Szóval mi tudjuk, hogy ő otthon van. My vieme, že on je doma. Hogy meg is vagyunk benne nyugodva. A sme upokojení v tom. A tovább imádkozunk a itt maradottakért, a Éváért, sógornőmért. Naďalej sa modlíme za tých, ktorí sú ešte medzi nami, za švagrinu Evu. Meg a anyósért is. Aj za svokru. Vagy a Évának a férjéért. Alebo za manžela Evy. Ők még nem az Úréi. Oni ešte nie sú pánové. Holotta Éva ma egyszer elfogadta az Úr Jézust. Hoci Eva už raz prijala Pána Ježiša. 94-ben. V roku 94. De úgy eltért az Úrtól. Ale odklonila sa z cesty. És inkább a keleti vallás felé nyitotta meg magát. A radšej otvoril svoj záujem pre východné náboženstvo. Hisszük azt, hogy az Úr Jézus ad nekik egy elmet még, hogy visszataláljon. Ale veríme tomu, že Pán Ježiš Kristus dá príležitosť, aby sa navrátila. Mint az a tékozló fiú. Ako marnotratný syn. Köszönöm, hogy meghallgattalak. Ďakujeme, že ste ma vypočuli. Jen čok röviden. Nech vás Gyuri s Erikou Pán Boh poteší. Gyuri Erikával együtt az Úr Jézus vigasztalja meg benneket, örvendeztesse meg benneket, hogy túl jussatok ezen a dolgon. Pozdravujeme Eriku. Üdvözöljük Erikát.
A mňa ešte napadla jedna myšlienka v tejto súvislosti. Je meg egy gondolatot mondanék ezzel kapcsolatban. Keď nás Pán Ježiš učí modliť sa, hogy az Úr Jézus, mikor tanít bennünket imádkozni, tam tiež nás v jednej vete učí, že máme sa modliť, nech sa stane vôľa Božia. Tak je tam napísané? Egyik mondatba szintén arra tanít bennünket, hogy történjen meg Isten akarata. Mohli by sme sa to inak modliť, nech sa nestane tá moja vôľa. Amit mondhatnánk úgy is, hogy ne az én akaratom teljesüljön. No Pán Ježiš sa to mohol asi inak modliť, lebo tak on natoľko to mal prediskutované. Úr Jézus másként is mondhatta volna ezt az imát. No ale my zrejme musíme byť veľmi v jeho vôli, aby sme si niečo také mohli dovoliť. De nekünk nagyon az ő akaratába kellene lennünk, hogy ilyet megengedjünk magunknak. Áno, a vždy sme v takom napätí. Mindig olyan feszültek vagyunk. Keď sa modlíme za niečo a potom doplníme, že ale nech sa stane Božia vôľa. Ha imádkozunk valamiért, és utána hozzá mondjuk, hogy de történje meg az Isten akarata. Niektorí dokonca v minulosti útočili, že to je neviera, keď to tam doplníme. Voltak olyan nézetek a múltban, akik azt mondták, hogy ez hitetlenségről tanúskodik, hogyha azt mondjuk utána, hogy legyen meg Isten akarata. Ale ja to tak nevnímam. De én ezt nem így gondolom. Ja to vnímam, že naozaj Pán Boh to pozná do hĺbky najlepšie tú situáciu. Én úgy gondolom, hogy Isten ismeri a dolgokat a legmélyebben. A ja vlastne dávam tú možnosť, že nech posledné slovo aj tak povie on. És én helyeslem azt, hogy az utolsó szava, akarata Istennél legyen. Lebo aké by to bolo, keby sme my hovorili Pánu Bohu, čo má robiť? Mert hogy nézne az ki, hogyha mi mondanánk meg Istennek, hogy ďakujem, mi legyen az akarat. Ďakujem, že ste ho vypočuli. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mňa sa dotklo z toho slova, čo hovorili Jožko. Engem ebből a szóból az érintett meg. A 11. kapitoli verš 6. A 11. részből a 6. verš. Je napísané, že ako tedy počul, že je nemocný, vtedy zostal na mieste, na ktorom bol 2 dni. Mikor meghallotta, hogy beteg, akkor még 2 napot maradt azon a helyen. Presne to je v súlade s tým, čo hovoril Jožko. Pontosan azonos azzal, amit Jožko mondott. Ľudia očakávali, že vlastne hneď pôjde. Hogy az emberek azt várták el, hogy rögtön megy az Úr Jézus. Ale že pre Pána Ježiša bolo dôležitejšie to, že aby učinil Božiu vôľu. De az Úr Jézus számára az volt fontosabb, hogy Isten akaratát cselekedje. A vlastne, aby bol Bohu poslušný. És hogy Istennek legyen engedelmes. A že koľkokrát je to, že aké je dôležité hľadať to, čo hľadať Pána v tom, čo máme robiť. Mennyire fontos az, hogy az Urat kell keresnünk abba, hogy mit cselekedjünk. A nie sa nechať ako keby ovplyvniť okolnostiami alebo ľuďmi. És nem szabad, hogy a körülmények vagy az emberek befolyásoljanak bennünket. V tom vidno aj naozaj, že takú dôveru v Otca a lásku v Neho. Ebből láthatóvá válik a Isten iránti bizalmunk és szeretetünk iránta. Lebo Pán Ježiš ako keby veril Otcovi, že má niečo lepšie. Mert az Úr Jézus hitt az atyának, hogy neki valami jobb van a számára. Lebo keby išiel možno hneď a uzdravil by Lazara. Mert hogyha rögtön ment volna és meggyógyította volna Lázárt.
tak by sa ako keby nič nové nestalo. Akor mintha semmi új nem történt volna. Ale tým, že posluchol. De azáltal, hogy engedelmes volt. Tak vlastne mohol byť Lázár vzkriesený. Tulajdonképpen ezáltal lehetett Lázár feltámasztva. A aká je to nádej pre nás? A és milyen reménység ez a mi számunkra? 4 dní bol v hrobe. Hogy 4 napot volt már a sírban. Koľko situácií, ktoré ľudia prežívajú a kde už vnímajú, že proste už to smrdí, že už je to také mŕtve. Mennyi olyan esetet élnek át az emberek, hogy a dolgok már odáig fajultak, hogy bűzlenek. Že už nie je nádej. Hogy már nincs reménység. Koľko z nás hovorí pánovi, že keby si bol tu býval. Hogy hányan közülünk mondták már az úrnak, hogy ha itt lettél volna. Tak toto by sa nestalo. Ez nem történhetett volna meg. Ale že aj keď Ján bol vo väzení, už keď ho uväznil Herodes. De mikor János apostol is börtönbe volt. Tak vlastne... Keresztelő János. Tak vlastne jeho učeníci prišli za Ježišom a sa ho spýtali, že či si ty ten, alebo máme čakať niekoho iného. Mikor keresztelő János börtönbe volt, akkor az ő tanítványai is mentek utána, és megkérdezte tőlük, hogy kérdezze meg, hogy te-e vagy az, akit várunk. A vlastne pán Ježiš spomenul všetky tie zázraky, ktoré sa diali. Az Úr Jézus megismételte azokat a csodákat, amik történtek általa. A nakoniec povedal, že a blahoslavený ten, kto by sa nepohoršil na mne. És utoljára azt mondta, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg rajtam. Že keď sa veci veľakrát nevyvíjajú, tak ako by sme si predstavovali. És sokszor, mikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy mi azt elgondolnánk. Tak je veľké pokušenie pohoršiť sa na pánovi. Akkor nagy a kísértés abban, hogy megbotránkozzunk az Úrban. Ale tak je napísané, že Boh je iba svetlo a nie je v ňom nejaké tmy. De az van megírva, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. V tom je tá nádej. Ebbe van a reménység. Áno, že pán Ježiš povedal Márte. Hogy az Úr Jézus Mártának azt mondta. Keď mu povedala, že teda páne už smrdí. Hogy uram már bűzlik. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uzrieš slávu Božiu. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem mondtam meg neked, hogy ha hinni fogsz, akkor meglátod Isten dicsőségét. A že tak aj my, že možno dlho čakáme v nejakých veciach, dlho bojujeme. Így mi is, mikor sokat várunk, harcolunk bizonyos esetekbe. Mi bojujeme za to zostať vo viere v Pána Ježiša, že On je ten istý. Mi abba harcolunk, abba hitbe, hogy az Úr Jézus mindig ugyanaz. Ale aj nám Pán hovorí, že či som ti nepovedal, že keď budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Ugyanúgy nekünk is az Úr Jézus mondja, hogy ha hinni fogsz, akkor meglátod Isten dicsőségét. A na to sa nadejeme, na tom slove stojíme, že keď veríme v Neho, aj v tých situáciách. És ebbe a szóban reménykedünk, hogyha hiszünk a bizonyos esetekbe, že uzrieme slavu Božiu. Meglátjuk Isten dicsőségét. A ešte by som tak chcela povedať, že niekedy aj Izraeliti, keď boli na púšti, sa vlastne pohoršili nad Mojžišom. Hej. És mikor az izraeliták is a pusztában voltak, sokszor megbotránkoztak Mózesen. Reptali. Hogy lázadtak ellene. A tak mi tak pán ukázal, že nedá sa naraz. Az Úr azt mutatta, hogy nem lehet egyszerre. Aj reptať, aj ďakovať. Lázadni is, és megköszönni. Buď sa sťažujeme. Vagy panaszkodunk. Alebo ďakujeme. Vagy köszönjük. A že tak aj my veľakrát prechádzame púšťou. Így my sokszor a pusztán megyünk keresztül. Ale že
že to je dôležité, nepohoršiť sa na ňom. De nagyon fontos, hogy ne botránkozzunk meg rajta. Že veriť mu za to, že proste, že nás prevedie a že nás dovedie domov. Hinni benne, hogy átvisz bennünket és elvisz haza. Niekedy sú ešte tak, ako keby také dobré rády aj, niekedy aj od iných kresťanov. Néha vannak jó tanácsok keresztényektől is. Tak ako aj Peter mal voči pánovi Ježišovi, milosrdný sám sebe, že to sa mu nikdy nestane, keď hovoril o tom, že má zomrieť na kríži. Mikor Péter apostol is olyan kegyelmes volt Jézussal, az Úr Jézussal szembe, hogy nem történt, amikor azt mondta neki, hogy nem történhet meg ez veled. Ale niekedy Božie slovo hovorí presne proti tomu, čo hovorí tento svet. De Isten szava pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit ez a világ mond. Napríklad, že v mojom živote je to, že mnohí by mi dopriali nového manžela, lepšieho. Például az én életembe is, hogy sokan szeretnék, hogyha egy új, jobb férjet kapnék. Ale ja vidím podľa Božieho slova, že žena je viazaná zákonom, dokiaľ mu žije. De én az ige alapján azt látom, žena je viazaná zákonom, dokiaľ mu žije. Hogy a nő kötve van a törvénnyel, amíg a férje életben van. Keby si zobrala iného, budujú volať cudzoložnicou. És hogyha mást venne el, akkor paráznának mondanák. A niekto to berie ako obmedzenie. És valaki ezt úgy veszi, hogy ez megkötöttség. Ja v tom vidím veľkú lásku Božiu. De én Isten nagy szeretetét látom ebben. Lebo aj keď, že môj muž nie je poslušný, alebo že on to tak nevidí. Mert annak ellenére, hogy az én férjem ezt nem így látja. Tak vlastne, že Boh mi hovorí, že on je môj manželom. De Isten azt mondja, hogy ő az én férjem. Že na ten čas. Erre az időre. Keď ja som bez neho. Amíg én nélküle bez vagyok. Bez môjho muža. Nélküle vagyok. A že môžem sa modliť za neho. Hogy imádkozhatok érte. A že mu budem verná, lebo ja som mu dala sľub, zo srdca som mu dala sľub. És hogy hűséges leszek hozzá, mert én erre tettem ígéretet. Na celý život. Egész életre. A tak môžem svedčiť, že aj keď to dobre znieje. És bizonyíthatom azt, hogy jól is hangzik. Že som kráľovská dcéra. Hogy királyi lány vagyok, gyermek. A aký dobrý otec by chcel pre svoju dcéru, aby teda bola sama? És milyen apa? Že aký dobrý otec by chcel pre svoju dcéru, aby zostala sama? Hogy milyen jó apa akarná azt a lánya számára, hogy egyedül maradjon. Tak. Na slávu Božiu hovorím, že on hovorí, že nikdy ma nenechá, nikdy ma neopustí. És ő, Isten dicsőségére mondom, hogy azt mondja, hogy soha el nem hagy engem. A ja nikdy nie som sama. És én nem vagyok soha egyedül. A že on mi dáva silu a ma uschopňuje, aby som mohla ľúbiť môjho muža. És ő ad nekem erre erőt és képességet arra, hogy szerethessem a férjemet, hogy tudjak érte imádkozni. A kto sa za ňo bude modliť, keď nie ja? És ki fog érte imádkozni, ha nem én? A ja viacej verím v Božiu lásku a jeho milosť. És én jobban hiszek Isten szeretetébe és kegyelmébe. Verím v to, že keď budem veriť, uzriem slávu Božiu. És hiszem azt, hogyha hiszek, meglátom Isten dicsőségét. Ako v nejaké také, že také dobré prianie, aby som bola šťastná. Hogy ilyen jó kívánság formájába, hogy boldog lehessek. Hriech nie je šťastie. A bűn az nem boldogság. Cudzoložstvo nie je šťastie. Paráznaság nem... A
boldogság. A aj keď to môže trvať dlhšie. És hogyha tovább is tarthat ez. Tak ja verím Bohu, že sa oslávi. Én hiszem Istennek, hogy meg fog dicsőülni. Že aj tie zápasy, ktoré máme, že naozaj to má svoju odplatu. Hogy azok a küzdelmek, amiben vagyunk is, hogy annak lesz jutalma. A že to nie je stratený čas. És hogy ez nem elveszett idő. A že raz sa budeme radovať. Egyszer fogunk örvendezni. Amen. Ďakujeme. Má volak to ešte? No, keď nikto nemá už nič, tak budeme oslavovať Pána. Ha már nincs más bizonyság, akkor dicsőíteni fogjuk az Urat. Pohľadajme si maďarskú 32, keressük ki a magyar 32-est, áldjad lelkem, áldjad életem.